Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket én is itt a középhaladó elvonulásunknak a Dharma beszédén. Hallhattatok Krisztitől egy kiváló bevezetőt, amit ezúton is köszönök. A gyakorlatról és az úton járásról, hogy mit jelent ez, és mennyire jó és mennyire egyszerű tud lenni, hogy csak teszed, és csinálod, és az életed részévé teszed ezt a gyakorlatot. Ez nagyon nagy érték. Nagyon nagy érték, hogy ez elérhető a számunkra. Hogy magyar nyelven hallgathatsz erről bevezetéseket, sőt, ahogy hallhattad, nem csak egy, de nagyon sok videó elérhető, ingyenesen hozzáférhetsz, és tényleg csak a figyelem, a figyelmed, az idő és az időd az, ami eldönti, hogy ebből mennyit sajátítasz el. Mert rendelkezésre áll. Ez sem volt mindig így. Ha belegondolsz, akkor az elvonulások korát éljük. Érdekes a társadalmunk, hogy van ez a rohanás, ez a fogyasztás, a háborúk, a viszálykodások, és ezzel párhuzamosan létrejön ez az elvonulási kultúra. Nagyon hangsúlyos ez a szó, szinte már mindenre azt mondják, a munkahelyi csapatépítőtől kezdve a lelki gyakorlaton át, hogy most legyek elvonulni, vagy elvonulásra megyek hétvégén. Nagyon olyan ez a világ, amiből úgy el kell vonulni. Megteremtődik ez az igény. És ha azt hiszed, hogy elvonulsz, megnyugtatnék mindenkit, az elvonulás is a fogyasztói társadalom terméke. Egy terméket néztek most itt, egy terméket vettetek, zen termék, tehát ugyanúgy maradtunk a rendszeren belül, de most azt játsszuk, hogy elvonulunk. De azért ez csak félig ilyen súlyos. Valójában a rendszeren belül megtalálható szerencsére a kiút is a rendszerből. Vagy legalábbis az, hogy hogyan láthatsz rá azokra a mechanizmusokra, azokra a működésekre, úgy kint a társadalomban, ha egyáltalán van ilyen, hogy kint, és úgy bent, ha egyáltalán van ilyen, hogy bent, ami benned zajlik. És hogy ez a kettő hogyan függ össze. Ezért van az elvonulás. És ezért lehet jól is használni, és nem csak arra, hogy mondjuk wellnessezzél egyet, ülj a jacuzziba, igyál, egyél, vagy egyéb ilyen rekreációs tevékenységeket folytass. És három fontos dolog van, amit ha ebben a műfajban tájékozódni szeretnél, tudnod kell. Mert ahogyan mondtam, rengetegféle elvonulás van. És sok helyre el is mehetsz, mert hát gondod van. Elvonulásra nem az jön, aki hát éppen a leghappibb életét éli, hanem valami van, valami nagy kérdésed van. És ez alapvetően jó, mert ha van nagy kérdésed, krízisben vagy, akkor ott van a fejlődés lehetősége. Hát igen, ám csak hova menjek? Menjek gombás elvonulásra? Vagy menjek női elvonulásra, férfi elvonulásra, zenre, keresztény lelki gyakorlatra? Hova menjek? És mi célból? Ezért a következő három pontot nagyon fontos tudni, hogy mi az a három stáció, amin, ha ki akarod teljesíteni úgy ezt az inkarnációt, végig kell menjél. Három fel, úgyhogy ez könnyű megjegyezni. Az első az, hogy fel kell nőnöd. A második az, hogy fel kell takarítanod. A harmadik pedig az, hogy fel kell ébredned. És ezek kicsit más folyamatok, és egymásra épülnek. Nagyon sokan azért jönnek elvonulni, mert olcsóbb, mint terápiára járni. Befizetek egy zenelvonulásra, hát végül is csak néhányszor 10 000 forint, van olyan terapeuta, aki egy alkalomra ennyit kér, jó van, elmegyek zenre, majd itt megoldódik a problémám, majd itt kiterapizálják belőlem, hiszed azt. És akkor mondjuk eljössz zenelvonulni azzal a problémával, hogy szeretnél fölnőni. Lehet, hogy nem tudod így föl megfogalmazni, de mondjuk ez a probléma,
és eljössz egy olyan elvonulásra, meg egy olyan hagyományba, ahol a cél az, hogy felébredj. És a kettő egyébként nem lehetetlen együtt, csak látni kell azt, hogy ha még nagyon nem nőttél föl, akkor olyan szintű nehézséget érsz meg, olyan szintű karma tömeget, ami nem biztos, hogy egy ilyen ütéssel le tudsz tenni. Mert persze itt meg fogod hallani, hogy jaj, hát igen, anyukával, apukával baj van, meg transzgenerációs trauma, meg minden. Hát tessék, van itt trauma? Nincs. Már meg is szabadultál. És akkor kimész a zenelvonulásról, és akkor úgy érezheted, hogy becsaptak, hogy na hát, hazamegyek, és még mindig leordítom anyám fejét, mert ott élek 40 évesen is. És akkor, jó, megint eljövök egy elvonulásra. Hát lehet valami, csak sokkal nehezebb. Úgyhogy az első pont ez, hogy föl kell nőni, ez ott kezdődik, hogy vállalod a felelősséget azért, aki vagy, amit érzel, és amit cselekszel. És azt, ami benned van. Amíg nem növünk föl, addig mindig. Anyuka a hibás, apuka a hibás, ő oldja meg, a főnök oldja meg, az emmester oldja meg, és akkor mondja meg valaki a választ kívülről. És addig még gyerekként szülők után, vagy szülőfigurák után mész. És nagyon sokáig van ez. Sokáig lehet olyat látni, hogy sokáig alatt értem azt, hogy életkorban, hogy valaki például szenzációsan megtanul egy feladatot elvégezni. Vagy a szakmájában jó. De egyébként olyan éretlen érzelmileg, hogy sorozatos tragédia a párkapcsolata. Mert önző és nem látja a saját felelősségét. És fordítva is lehet. Tehát az első az, hogy belátjuk azt, hogy dolgunk van, és nekünk van dolgunk. Mert lehet, hogy kaptunk egy örökséget, meg lehet, hogy a szüleink nem voltak tökéletesek, de amikor már elmúltál 18, 28, 38, 48, 68, sose késő elkezdeni, egyszer csak azt kell mondani, hogy igen, ezt kaptam, most csinálok vele valamit. És hogyha ez a pont megvan és fölnőttél, akkor jön a másik, hogy föl kell takarítani. Tehát dolgom van vele, megdolgozom mindazt, amit kaptam, a sémáimat, a hiedelmeimet, a felettes énemet, az önbántalmazó hangomat, a könyörtelenség sémámat, ennek már tengernyi irodalma van. Dolgozok vele, és elrendezem, elrakosgatom. Ez, amit eddig elmondtam, klasszikusan a pszichológia területe. Tehát lehet, hogy akkor jársz a legjobban, hogyha elmész egy nagyon együttérző, nagyon profi, nagyon kedves terapeutához, aki végigvezet ezen a folyamaton. Mert ezek olyan sérülések és olyan problémák, amik kapcsolatban keletkeznek, és ahogy a pszichodráma atya Moreno mondta, kapcsolatban sérülünk, kapcsolatban gyógyulunk. Tehát, hogyha van egy olyan terapeuta, aki együttérzően jelen van, és segít neked kiszálazni a belső világodat, amit te úgy élsz meg, hogy ilyen szörnyű felhőbe ott valami borzasztó dolgok leselkednek rád, és jön a Godzilla, meg jön a Yeti, amiket hallhatsz, az ez. Godzilla, meg Yeti. Szokták kérdezni tőlem az elvonuláson, hogy ülök, és nem jön a Godzilla. Meg nem jön a dinoszaurusz. Hát persze nem úgy jön, hogy jön a T-rex, hanem az anyát képezhet bejutni, és akkor nem tudtam a tant ilyen tartani. Tehát ugye ilyenkor az van, hogy szépen lerakod, szétszálazod, és a cél az, hogy legyen rendszer. Ezért mondhatjuk azt, hogy felnövés és feltakarítás. Ugye bemész egy olyan szobába, ahol entropikus, és ott vannak a zoknik, meg a molylepkék szállnak, meg ott nem jó lenni. De ha van valaki, aki segít kitisztázni ezt, akkor te belül jobban fogod érezni magad, illetőleg sokkal több mindent elbírsz. Nagyon fontos az, hogy ezek nem szüntetik meg a szenvedést, csak képessé tesznek arra, hogy felnőttként és tiszta belső tartással, hitelesen ezeket elviseld, és élhesd az életedet. Tehát itt eddig az a cél,
hogy egy jól működő személyiséged legyen. Egy jól működő éned, ami nem keszekusza és ilyen, és akkor kiszámíthatatlan vagy, mert olyan vagy, mint a színusz hullám, hogy ilyen nagy kilengések vannak, hanem tudod, hogy ki vagy, és ott benne vagy a térbe. Ez mindig is része volt egyébként mindenféle spirituális útnak, mert ha bejössz egy ilyen terembe, akkor ez mind följön, és nincs olyan ember, hogy na, akkor most már ő gyógyult a pszichológia szerint, és jöhet a spiritualitás. Meg régen ugye nem is volt erre olyan nagy fókusz téve. De, ahogy mondtam, ha túl sok ilyen gondod van, túl nagy a rendezetlenség, akkor csak az, hogy csöndben ülsz, nem nagyon fog segíteni. De ha eljutottál oda, és akkor itt lehet egy végpont az, amit Freud nagyon szépen mondott, hogy tudsz szeretni, és tudsz dolgozni, akkor nagyjából rendben vagy. És akkor léphetsz tovább. Két nagy terület, kapcsolat, munka. Tudsz-e fókuszálni valahova, és végigcsinálni egy feladatot, anélkül, hogy szétesnél? Ez is kell hozzá a pszichés felnőttség. Tudsz-e egy párkapcsolatban felnőttként lenni, és tartósan benne maradni? Tudsz-e szeretni? Vagy mindig előjönnek a sémáid? Ha megvan, na akkor rendben vagy nagyjából. És akkor utána mondjuk jön a zen, ahol nagyon érdekes, amit a Buddha mond. Erről egy picit az elején beszéltünk már. Ugye, ahogy mondtam, a pszichológia azt célozza meg, hogy jól működő éned legyen, és működj a világban. Nem rossz cél, de lehet tovább menni. Mit mondott anno Sákjamoni Buddha? Hogy azért szenvedsz, mert nem látsz helyesen. A pszichológia azt mondja, hogy azért szenvedsz, mert hát nem látod magadat, meg a anyádat, apádat, meg a mintáidat jól. A buddhizmus mélyebbre megy, és azt mondja, hogy nem látsz helyesen. Azaz, azt hiszed, hogy a dolgok önállóan léteznek, állandóak, önálló létük van, és abszolútan úgy vannak. Holott a dolgok mulandóak, folyton változnak, tökéletlenek, bizonytalanok. És ott vagyunk ennek a közepén, hogy Úristen. És azt hiszük, hogy ez a bot, ez mindig van. Azt hiszük, hogy ez a pohár mindig van. Azt hiszük, hogy ez a test mindig van. És akkor majd jaj, mi lesz, hogyha egyszer nem lesz? Vele se gondolunk inkább. Inkább ígyunk egy kis bort. Vagy füvezzünk, vagy bombázzunk, vagy dolgozzuk magunkat halálba. Vagy szüljünk egy-két gyereket, mert addig legalább elodázzuk, hogy hát majd talán valaki tovább viszi a dolgokat. De hogy alapvetően van egy téveszménk, és a téveszme ugye ott van, amit a Szívszutra aztán megpróbál megtanítani nekünk, hogy a forma, a üresség, az üresség forma. És ez így együtt. Tehát minden jelenség, legyen az külső, belső tárgy, vagy érzés, vagy gondolat, egyszerre forma és egyszerre üresség. Forma, hát mert itt látjuk, de üresség, mert feltételekből jött létre ez. Azért van ez a bot, mert egyszer valaki megcsinálta. Levágta, megfestette, kitalálta, hogy zenbotot csinál. És ezért van ez. És most mi elnevezzük annak, hogy zenbot. De hogyha nem zen tanítványok lennének itt, hanem mondjuk utcaseprők, vagy fizikusok, vagy gyógyszerészek, akkor leraknál egy botot, és azt mondanád, hogy jó, hát ez egy szép, egy bot. De nem lenne zenbot, ez csak nektek zenbot, mert már kimostuk az agyatokat. Meg be kell jönni a interjúra, és akkor megkérdezzük, hogy mi a zenbot Buddha természet, és akkor tudod, hogy jaj, most elárultam, úristen. De hogyha most bejönne ide egy gyógyszerész, aki nem én vagyok, hanem aki nem tanult zent, akkor az zenbot ez egyáltalán?
Arról meg ne is beszéljünk, hogyha bejön egy kutya, jön egy macska, hát azt se tudja, hogy ez egyáltalán valami. Tehát nincs is ilyen fogalma, hogy dolog. Átmászik rajta, rugdos, esetleg kutya szájába veszi, és kész. Tehát, hogy minden azért létezik úgy, ahogy mi azt hisszük, mert megteremti az elménk. Ezek a feltételek összeállnak, és akkor van bot nekünk. De ha te nem vagy, akkor nincs ez a bot így. Meg akkor sincs, hogyha nem csinálja meg senki. És egyszer lesz az az időpillanat, amikor a bot megszűnik botnak lenni. És akkor mi van? Visszatért az ürességbe. Tehát ezt jelenti az, hogy a forma üresség az üresség forma. És aztán ezt tudod átvágni azzal, hogy most akkor ez a bot forma-e, vagy üresség? Most akkor most már mondják meg, és akkor nem mondjuk meg, hanem azt mondjuk rá, hogy... És akkor aki érti, hogy ez egy válasz, az érti, aki nem, az meg majd jöjjön elvonulni, és nagyon... Ez egy hasznos tudás. Ilyeneket tanulunk itt, gyertek. Tehát ez alapvetően száraznak hangzik. Vagy ez olyannak tűnik, hogy hát jó-jó, de most már valami értelmesről is beszéljünk, hogy akkor a párkapcsolat, vagy mit csináljak a barátnőmmel, vagy a barátommal, vagy a gyerekemmel. De az a helyzet, hogy ez mindnek az alapja. Mert hogy azt hiszem, hogy van zenbot. És azt mondom, hogy jó, hogy van. Vagy hogyha folyton megvernek vele, akkor rossz, hogy van. De ez az én viszonyulásom hozzá. Hogy nekem kedves ez a bot, és jó, hogy van. És hogyha nincs, vagy elveszik tőlem, akkor elkezdek szenvedni. Tehát én teszem hozzá azt, hogy leminősítem, hogy ez jó, és akkor a jó az kell nekem, a rossz az nem kell, az fúj csúnya. És akkor ugye létrejön az egész, hogyha a jó és megkapom, akkor örülök, ha a rossz és megkapom, akkor... És ebből áll az életünk, hogy jaj, adják ide nekem a jó dolgokat, és akkor... Hogyha van egy csomó rossz dolgom, akkor... Nagyon szegény vagyok, jaj, segítsen már, legalább egy csongal szurim. Szurim, áldjál meg legalább, áldjál meg, ha már legalább... Tehát ugye ez az állapot. És ez mind abból jön létre, hogy azt hiszed, hogy vannak ezek a dolgok, hogy ott valójában nincsenek. Tehát, hogy masszírozhatod a transzgenerációs karmádat, meg a anya a sebedet, meg az apa sebedet, de valójában ennyi van. A padló barna, ülünk egymással szembe. És akkor itt a gyökeréhez eljutva, nincsen ott az anyád meg az apád. Ott ez a tiszta pillanat van. És amikor teljesen nem gondolkodsz, amikor hallod az ütést, és amikor ott van ez a pillanat, hogy vagy a Korn interjún kapsz egy ilyen kérdést, hogy miért fogadta el Jojo az egyik választ, a másikat meg nem. Amikor ilyen bután belenézel a semmibe, na az az igazi önvalód. És az nem szenved, az van. És akkor ugye, hát ott kezdődik ez a harmadik etap, amit ugye mondtam, hogy felébredni, hogy eljössz ide a zenelvonulásra, és akkor eljössz ide, hogy így, hogy na akkor én most föl szeretnék ébredni, jól akarok lenni, és akkor most lejövök, ide ülök, nagyon jó lesz. Na, és akkor, na, jöjjön már most a fölébredés, nagyon szeretném a fölébredést, a szenvedek, de majd jön a fölébredés, ugye értitek, hogy most szenvedek, de majd jön a felébredés, és akarom, én akarok fölébredni, és leülsz, és basszus, nem megy. Csak ne, hogy 50 perc már... 10-szer 50 percet itt ülünk, vagy 40-et, már ettünk formálisan, már tudok mindent, hogy hova kell a kanalat rakni, meg a vizet, meg a izé, és nem ébredtem még mindig föl. Hát, hogy
Én nem csodálkoznám, ha visszakérnétek a pénzeteket, mert ez egy eléggé nagy átverés, de mindegy, van ettől nagyobb átverés. De hát ez egyértelmű, na most ez kódolva van a rendszerbe. Mert ez a viszonyuláshoz ide. Mert így működünk, így működik az elménk, hogy dualitásba gondolkodik, hogy jó, rossz, helyes, helytelen, szeretem, nem szeretem, egészséges, beteg, boldog, nem boldog, megvilágosodott, szenved, szenvedő, ezek vannak. És akkor ide jössz, és akkor egyszer csak frusztrálódsz, és még jobban frusztrálódsz, és még jobban frusztrálódsz. Nem. Na és amikor eléggé rosszul vagy, akkor jöhet a fölébredés. Ez lehet, hogy 5 év, lehet, hogy 10 év, lehet, hogy 20 év, lehet, hogy 30 év, lehet, hogy 100 mahakalpa. Attól függ, hogy milyen a karmád. Mikor lesz kellően eleged. De úgy eleged, hogy nem mész el. Hogyha elmész, az jó. És akkor mész tovább játszani az egónak a játékát. Nagyon furmányos ez, mert mindenben ott van. Tehát eljössz spirituálisan gyakorolni, meg zen, és abban is ott van, hogy én meg akarok világosodni. Ez körülbelül ugyanolyan, mint hogy sok pénzt akarok. Mély szerkezetben nem különbözik. Az, hogy meg akarok világosodni, vagy sok pénzt akarok. Lehet, hogy őszintén akkor már sok pénzt akarni, mint megvilágosodni. Tehát a legszörnyűbb az, amikor az éntelenség illúziójába beburkolózik az énesség. Tehát az konkrétan olyan, mintha egy szörnyen önző, vágyakkal teli gonosztevő fölvenne egy ilyen ruhát, és kiülne egy aranybutha elé beszélni. Most nem tudom, magamról beszélek-e, de iszok is egy kis vizet. Tehát ugyanez, fölöltözteted a spirituális köpenybe az egoitásodat. Tehát az egyetlen esélyed az, hogy megund annyira az ülőpárnán ezt az egészet, hogy elenged. Na és akkor vagy itt. Egészen addig játszottál. Na és hogyha ez megvan, mert kellően felnőtt vagy már, kellően rendet raktál magadba, és kellően meguntad az egész próbálkozást, na akkor kezdtél az útra lépni. Akkor látod, hogy a fal fehér. És csak fehér. Nem szép, nem csúnya, nem jó, nem rossz, hanem pont ilyen. És magadat is aztán, amikor fölülsz az ülőpárnáról, pont olyannak látod, amilyen vagy. Az összes transzgenerációs karmáddal, apasebeddel, anyasebeddel, gyereksebeddel, tanársebeddel, miniszterelnöksebeddel, zenmestersebeddel, dharmamestersebeddel, és aztán mész és dolgozol, és nem csak, hogy dolgozol, hanem szeretsz is, és nem csak, hogy szeretsz is, de segítesz másokon. És már nem csak azon, hogy én, nekem, ide, adják, hanem benne vagy egy nagy egészbe. És tudod, hogy mivel minden feltételekből merül föl, és minden mindennel kölcsönhat, nem létezel úgy külön, hogy te ott egy külön egy ilyen éjszakfény vagy, nem is tudom, hogy írta Adi a versébe. Olvassatok Adit, hogyha szerettétek a narcisztikus személyiségzavarról és az egoizmusról költői formában hallani. Nagyon szép. Tehát, hanem nem egy ilyen elérhetetlen valami vagy, hanem itt vagy az emberek között. És hogyha a másik szenved, akkor az nekem végső soron rossz lesz. És ha kellően tisztán látsz, akkor nem bírod ki, hogy a másik rosszul van. Mert szegény. Nem jó úgy ülni egy kastélyba, hogy ott rosszul vannak a többiek, csak akkor, ha lezárom magam ezelől, ha nem vagyok kellően felnőtt. De hogyha végigmentem a folyamaton, akkor, és ez nem világmegváltás, ami éppen ott van előtted, akkor azt megteszed. Úgyhogy az neked is jó, és a többieknek is jó. És akkor nem kell harcolni, nem kell egymást kizsákmányolni, nem kell háborúzni, hanem élhetünk egy olyan életet, amiben ott van a születés, a betegség, az öregség, a halál,
de nem gyártjuk le mindazt a szükségtelen dolgot, amitől annyit szenvedünk manapság. Úgyhogy annak reményében, hogy ezen az úton most itt együtt lépkedünk, annak reményében fordulok most hozzátok, hogyha tudok segíteni bármiben, ami kérdésetek a gyakorlattal, vagy az élettel, vagy bármivel kapcsolatban, akkor azt most nagyon szívesen meghallgatom tőletek. Igen. Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni, Adam, hogy voltak érdekes tapasztalásaim az elmúlt időszakban. Például tegnap Budapesten fogorvoshoz mentem, és meg voltam róla győződve, mivel kétszer már mentem, de nagyon nagy időközökkel, úgyhogy próbáltam visszaemlékezni, milyen irányba menjek a villamossal. És meg voltam róla győződve, hogy jó irányba megyek, és hogy jó helyre ülök a villamosba. És jött egy hölgy. És elkezdtünk a buddhizmusról beszélni, és azt mondja, hogy a Dabner Bélát látta a képernyőn, és mondom, volt mellette egy kopasz bácsi is. És azt mondja, hogy volt. Mondom, igen, az a tanítom. És az igazság, hogy rossz irányba mentem, de jó helyre ültem, és ez a végállomásnál lerült ki, ugyebár, és vissza kellett villamosoznom az ellenkező irányba, hogy valami érzés késztetett, a nem tudható, nevezzük így. És több ilyen volt az elmúlt időben, amit itt tapasztaltam, hogy valahogy éreztem, hogy jó felé megyek, de valójában az iránytalan az én célomnak megfelelően aznap nem volt helyes, de viszont valami által helyes volt. Tehát lekéstél egy fogorvos, de megmentettél egy szenvedő lényt. Például. De nem késtem el így sem, mert én szeretek nagyon korán indulni, hogy mindig időben ott legyek. Hogy megmentes előtte egy lényt, ugye? És képzeld el, hogy ugyanez volt, mikor a második villamosra szálltam föl, más irányba indultam, mint ahogy gondoltam. És egy lágyal találkoztam, aki itt volt elvonuláson, de viszont nem nagyon emlékeztem a történetre, mivel az arc volt ismerős, és mondom, te nem Esztergomban nem voltál valami, de, és pár szót váltottuk, és ez is ilyen ellenkező dolog volt. A lényeg, ami a lényeg, a kérdésem az lenne. Az is van? Van. Az lenne, hogy vannak bizonyos dolgok az életben, amit nem tudunk befolyásolni, és van egy bizonyos életút, ami ki van szabva. Ez lenne a kérdésem, hogy vannak dolgok, amik előre megvannak írva, és nem tudjuk befolyásolni, ez lehetséges, vagy nem? Ez a kérdésem szerinted, amit te tapasztaltál eddig? Hát most már lehetséges. Létrehoztad a lehetőségét, és egyébként minden lehetséges. De értem a kérdés mögött azt vélem felfedezni, hogy amikor ilyen tapasztalataink vannak, ahol ennek a magvában, amit elmondtál, talán az van, hogy igen, így volt, de nem tudtad irányítani a helyzetet. Azt nem. Tehát, hogy ez egy szorongás, mert szeretünk nyerekbe lenni, vagy legalábbis biztonságban érezni magunkat, és a biztonság érzetünket az fokozza, hogyha úgy érezzük, hogy hát azért mi döntjük el, hogy nem belöknek egy darmaterembe, hanem mi jövünk el. És akkor mi választottuk. De hogy amikor tényleg van ez, hogy olyan emberrel találkozol, épp oda szállsz föl, ami nem te voltál, vagy legfeljebb tudatalat voltál te, és ez nehéz. Egyébként olyannyira nehéz kulturálisan is ezt befogadni, hogyha visszamegyünk mondjuk úgy a 20. század elejére, amikor úgy igazán keményen Freud megfogalmazta azt, hogy hát amúgy nem csak minden tudatos bennünk, hanem van egy tudattalan réteg, sőt ez a tudattalan réteg nagyon is sok mindent befolyásol az életünkbe úgy, hogy azt mi nem is tudjuk. Ez iszonyatosan nagy felháborodást keltett. Mert az addigi világban az volt, hogy hát Isten nem teremt ugye rosszat, van ez a racionális tudat, fölvilágosodtunk már, Descartes óta, Kant, mi döntünk. És aztán kiderült, hogy nem. Manapság már ez annyira beívódott a köztudatba, hogy el se tudjuk képzelni, hogy ez mekkora megrázkodtatás volt, kulturálisan is. De azért, mert hogyha én azt mondom neked, hogy hát egy csomó olyan dolog van benned, amit fölött nem rendelkezel, és meghatározza az életedet, az marha ijesztő. Igen, az. És az.
Az első dolog az, hogy mit csinálsz ezzel a félelemmel. Tehát, hogy hogy vagy te ezzel? Az a tapasztalatom igazából, hogy minél mélyebbre ások, és nagyon sokszor, hogy mondjam, hogy olyan helyzetekben sikerül ez, nem is annyira a meditációs teremben, hanem emberekkel való konfrontálódás által, mikor látok magamban, hogy milyen gombokat nyomnak meg, és igazából meg tudok nyugodni ezekbe a helyzetekbe, akkor jön ez. Uh-huh. Hogy a félelmet legyőzöm, szembe megyek vele, akkor bátra vagyok, és mindig mélyebbre. De viszont az egész pont ezért ijesztő, mert már többször is előfordult velem, hogy valaki életutat keresett, kérdeztem egy kérdést, és megmondtam azt, hogy ő már például 2 éve mit tervez, mit szeretne csinálni, úgyhogy ezt nem is említette volna. Valami által följött a válasz bennem, valamit megtapasztaltam, és nem tudom, hogy mi... Nem én voltam, hanem valami általam, hogyha így fogalmazhatok. Igen. Igen. Ez egyébként teljesen van. És annál jobban tudod ezt érzékelni, minél gyakorlottabb vagy valamilyen spirituális praxisban. És ez teljesen természetes, hogy ha leülünk, akkor az a védő réteg, ami a mindennapi racionális életünkben ott van, hogy lefoglalod magad a munkáddal, hogy gondolkodsz, hogy feladatokat végzel, ez bizonyos szempontból figyelemelterelés is, tehát arra fókuszálódik a tudatod. Na most, hogyha egy ilyen gyakorlatot csinálsz, mint ez, ráadásul már nem 2 hete, hanem több éve, akkor egyre érzékenyebb vagy ezekre a rétegekre is, és nagyon sok emberről tudunk, akinek egészen nagyon méreható belátásai vannak abban a térben, ami nem a racionalitás uralma alatt van. Minden valószínűség szerint a racionális tudatállapot, meg ez az én nézőpont, ez egy nagyon kis része annak a nagy egésznek, amiben benne vagyunk. És ez egy tény. Tehát valahogy a gyakorlat energiája által érdemes ebbe belehelyezkedni. Hogy ne egy félelem legyen, hogy külső erők rám hatnak, amiket nem tudok kontrollálni, démonok jönnek meg, mit tudom én, megszállnak engem, mindenféléket régen mondtak arra, még manapság is sokan hisznek ezekbe, azokra a mentális folyamatokba, amik bennünk vannak. Hogy meglegyen az a tudatosság, hogy amikor ott vagy abban a pillanatban, akkor mindegy, hogy milyen frekvencián jön az a jel, tud használni. Mert szóval tényleg az a helyzet, hogy olyan az életünk, hogy egy része változtatható, egy része meg úgy jön. Egyszerűen találkozások, amit biztos, hogy nem te hoztad létre, hogy jöjjön az a néni, akit megmentettél. Hát ki tudja, hogy megmentettél. Hát ki tudja. Lehet, hogy ugye rosszabb lett neki, de nem baj. Majd a következő inkarnációjában szerencsésebb találkozása lesz. De mindig az dönt, hogy most itt, most mi van? Hogy mindegy, hogy honnan jön be a jel. Mert egyébként az idegrendszerünk is úgy van megcsinálva, hogy vannak ezek az úgynevezett tükörneuronok, amivel, ha normálisan működik a élettanilag a rendszerünk, akkor rátok hangolódni arra, ami benned van. Ez mindenkiben adott. Legfeljebb nem használod, mert annyira magaddal vagy elfoglalva. De ha nem vagy magaddal elfoglalva, akkor tudod például azt az állapotot előidézni, hogy ott van egy másik ember, teljesen kiüresíted magad, a jó segítő az meg tudja ezt csinálni, és egy pillanatra vagy 20 percre belelépsz az ő világába, de úgy, hogy nem szippant be. És akkor figyelj mindenre, ami fölmerül benned, mert mindennek jelentősége van. Na pont így volt ez a helyzet is, hogy beszélgettünk, 2 fiatal lány volt ott, és az volt az érdekes benne, hogy mind a kettőnek megmondtam, hogy kb. Mi az életutat, de úgy, hogy ők ezt már több hónapja, éve gondolták, hogy meg kéne ezt lépni, és az egyik azt mondta, de ez mondjuk egy kicsit ilyen vicces az a helyzet, egyik azt mondta, hogy jó, és ugyanezt mondta nekem. Úgyhogy... És mennyit kértél érte? Én nem kértem érte semmit, de valószínűleg az is kapcsolatban volt valamivel, vagy valami olyat gyakorlatot csinált, ami ezt lehetővé teszi, hogy az ember. És pontosan ez a helyzet volt, hogy abszolút nem volt bennem gondolat, nem volt egy befelé figyelés, hogy most jaj, most milyen rossz kedvem, vagy jó kedvem van, hanem abszolút a figyelem az emberem volt. És amikor jött a kérdés,
egy 5 másodperc után az első dolog, ami főbukkant bennem, az volt a válasz, és ennyi volt az egész. Mm. Semmi több. De mondom, mostanában volt több ilyen is. És a félelem az nem arra ment ki, hogy démonok, vagy szellemek, vagy valami ilyenek volnának a fejemben, hanem Szuni mindig mondta, hogy merd látni. Ezt mindig mondta nekem, hogy merd látni. Uh-huh. És nem mertem látni, nem mertem belenézni, de viszont minél jobban belenézek, annál nagyobb félelmek jönnek, és ezért mondanám azt, hogy ez talán lassabban megy. Igen. De ezek azok a félelmek, úgyhogy nem szellemeket látok, meg semmi ilyesmi, hanem egyszerűen a maga valóságában a dolog, ahogy van, az megrémisztő, de az nem azt jelenti, hogy visszatartaná attól, hogy így folytassam ezt, vagy nem tudom. Igen. Igen. Kettő dolog ezzel kapcsolatban, hogy ha az az igazi tükörszerű tudatállapot, annak a tapasztalata megvan és szilárdan megvan, azt tud ebben segíteni. Mert hogy a gondolkodás előtti pont, amiről annyit beszélünk, csak teljesen hiába, mert nem lehet róla beszélni, vagy megvan a tapasztalat, vagy nem, az azt nem érintheti semmi. Az mindent lát. Akkor van baj, hogyha jön a démon, és most ez hasonlatként értsd, és akkor azt mondom, hogy Úristen, és fixálom. Akkor véged. Van egy nagyon érdekes tanító történet Sung San Zen mester egyik könyvébe. Ez egy ilyen legenda, de erről szól, hogy két hadsereg elkezd küzdeni egymással, és akkor az egyik hadseregnek van valami varázslója, aki tud varázsolni egy ilyen valójában illúzió, de nagyon félelmetes ilyen szörny hadsereget, amit ráküldenek a másikra, a másik hadseregre. És a másik hadseregnél van valamilyen zenmester-szerű sámán, aki megmondja nekik, hogy katonáknak, hogy mindegy, bármi jön, csak nézzenek egy pontra, és ne foglalkozzanak semmivel, és ne ragaszkodjanak semmihez. És akkor jön a rém hadsereg, ezek elkezdenek fókuszálni, és akkor egy idő után csak az látszik, hogy ilyen levelek hullanak le, és semmi nincs ott, és aztán ők győznek. De ha sóbálvánnyá váltak volna, és megmerevettek volna, akkor végük. Ugyanez, mint a görög mitológiában a medúza, hogyha ránézel, akkor megmerevetsz ezek a félelmeid. Fixálod, és kész. Tehát ennek az egész tükörszerű tudatnak a lényege az, ami a másik oldal annak, amit mondtam, hogy semmi se állandó, és minden feltételekből merül föl és tűnik el, hogy bármi megjelenik, ha démon, ha megérzés, vagy valami, az jön és megy. És ha ebből a szilárd pontból nézed meg, akkor nem őrülsz bele. Ehhez kell a gyakorlottság, mert általában erre alapesetben nem képes az ember. És ha valami nagyon elment, nagyon elvitt, mert ilyen is lehet, egy élmény, akkor jönnek ezek a kemény fizikai gyakorlatok, hogy leborulás, éneklés. Akkor nem annyira ülünk, akkor borulunk, hogy tessék visszatérni ide a testbe és a való pillanatba. Ugyanezt szolgálhatja egy kis kapálás, egy kis főzés, hogy akkor vissza kell ide térni, hogy aha, itt vagyok. Mint amit itt a Buddhának a keze mutat, hogy ez a megvilágosodás utáni pillanat, hogy ugye volt mindenféle élmény, aztán végre sok-sok illúzió után elért egy tiszta pillanatba, és akkor így kiszedte a mudrából a kezét, és megfogta a földet, hogy ez tényleg itt van? És tényleg ott volt. És akkor ez már nem illúzió. Tehát, hogy így visszatérni ide, mint ahogy a Buddha visszatért ide, hogy igen, itt a padló. És akkor innen bármilyen ilyen élmény jön. Azt tudod kezelni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudok helyesen segíteni. Mert hogy beszéltünk arról, hogy a szenvedőknek segítünk, de mi van akkor, hogyha mindenki az én segítségemet szeretné, és úgy helyesen segíteni, hogy ez nekem se legyen rossz, és nekik se legyen rossz. Nagyon könnyű a segítésben elveszni. És különösen azoknak, akiknek olyan a személyiségük, hogy könnyebben ráhangolódnak másokra, áldozatkészek, lelkiismeretesek, kedvesek, cukik, és nem annyira a saját érdekeik vannak előtérbe. Ez születésileg is van
olyan emberek, akik inkább ilyenek, és vannak olyanok, akik kevésbé ilyenek. Na most, hogyha ilyen vagy, akkor azt kell megtanulni, hogy hogy tudsz határt tartani. Ami körülbelül olyan, mint amit Teréz anyáról tartanak, hogy ugye a szegényeket pesztrálták, és akkor volt egy nap a héten, amikor viszont nem csináltak semmit. És akkor megkérdezték ott valakit, hogy na hát, na, nagy segítők itt, aha, és akkor aztán talán vasárnap nem csináltak semmit, hogy na és vasárnap nincsenek szegények. És akkor erre azt mondta valaki, hogy de azok nem a mi szegényeink. Tehát egyszerűen nagyon gyorsan, ha segítő vagy, és ezt megérzik rajtad, akkor így húznak mindenhonnan az ilyen kis kakukfiókák. Igen, tehát ez az egyik az, hogy megtanulod azt, hogy azt mondod, hogy épp most, hogy nem. Tehát fixen van az az időpont, amit arra dedikálsz, vagy hogyha éppen igény van, de van, amikor azt mondod, és nem szégyen azt mondani, hogy most nem, most magamra fókuszálok. A jó segítő úgy tudja ezt kiegyenlíteni, hogy ők is fontosak, a többiek, de én is fontos vagyok, és ugyanannyira. Ezt nagyon nehéz megtenni. Mert nagyon érdekes a kultúránk, rettentő egoista, de mégis úgy nyíltan, amikor valaki úgy azt mondja, hogy hát ezt most úgy magamért teszem, de önző. Ezért van olyan a kultúránk, a képmutató, aki rendkívül narcisztikus, az általában úgy adja el magát, hogy ő mindent az emberekért tesz, és gyertek, és jótékony vagyok, cégvezető, és minden, és közben nyilván magáért teszi az egészet. De ha nem ez a helyzet, akkor ezt az egészséges egyensúlyt meg kell teremteni. És aztán a következő lépés az, hogy elgondolkodni azon, hogy hogyan segítek jól. És embere válogatja, helyzete válogatja, hogy mi a jó segítség. Mert nem biztos, hogy mondjuk adott esetben az a jó segítség, hogy mondjuk amikor valaki szomjas, akkor mindig adok neki vizet. Van az a helyzet, amikor igen, mert éppen a szomj halál szélén van, akkor vizet kell neki adni. De ugye előbb-utóbb minden segítésnek oda kell beszájadzania, hogy az, akit te segítesz, az egy ugyanolyan önálló, felnőtt és egyenrangú ember legyen. Mert most éppen lehet, hogy elesett, de ugyanolyan buddha természete van, mint mindenki másnak. Tehát ehhez az kell, hogy azt tudom mondani, hogy, és ez is határtartás területére tartozik, hogy oké, most adtam neked inni, egészen jó erőre kaptál, tessék ott a csap, oda kell menni. Vagy tessék befizetni a vízdíjat, mert tessék menni dolgozni, és aztán lesz víz, és akkor tudsz inni. Mert hosszú távon így lesz jól a másik. Itt ugye az a csapda, hogy jól esik valakinek vizet adni. És ráadásul az is jól esik, hogy ha eljátszhatjuk azt, hogy én vagyok a mester, ti pedig a tanítványok, a szenvedő lények. Ugye? Hát mindjárt érzem, hogy egy kicsit magasabbra is kell ülnöm. Jaj, de jó, hogy itt ez a buddha szobor mögöttem. Jaj, nagyon jó. Ó, de jó. Hát segítek. Ugye? Tehát ez arról szól, hogy én jól érezzem magam. És mindig jól érzem magam, mikor jönnek be a kis szenvedők. És akkor megint, úgy megyek nyugodtan aludni, hogy ma is segítettem. Megitattam a szomjazókat, megetettem az éhezőket. És semmi nem történt, kiéltem a narcizmusomat. Tehát ez a nehezebb, hogy akkor hogyan teszem felnőtté és önállóvá. Meg nagyon sokféle módja van. De ehhez megint csak az kell, amit itt az előbb is mondtam, hogy benned legyen egy szilárd pont, amiben te hitelesen vagy benne. És ezeket nagyon jól kell látni, az emberi gyarlóságaidat, mert mindenkiben van. Mit, miért teszek? Ezt most miért teszem? Ezt önreflexió, meditációban remekül lehet csinálni.
azért teszem-e, hogy segítsek másoknak, vagy azért teszem-e, hogy magamnak segítsek. És akkor, ha megvan ez az önzetlenség, és őszintén, na, akkor működik. Akkor tudunk jól segíteni. És az eszközei ennek rendkívül sokszínűek. Az tőled függ. Na, az még egy nagyon fontos információ, hogy nagyon sokszor az igazi segítés nem is attól függ, hogy milyen szaktudásod van. Attól is függ, persze, hogy tudj, hogy most akkor mit kell itt csinálni, de a legtöbb az, hogy egy őszinte emberi kapcsolódás létrejön. Közted és a között, akit segítesz. És meghallgatod, támogatod, és ott vagy vele. És a személyed olyan, hogy érez tőled valami elfogadást, vagy valami minőséget, amit addig nem kapott. És akkor azáltal kezdhet ő is felnőtté válni, adott esetben fölébredni. Úgyhogy egy nehéz út, de az a jó hír, hogy ha jól csinálod a segítést, akkor az neked is segít, és nem önző módon, hanem te nem esedsz és érsz belül. Ezért szoktuk mondani itt is, ami a zennek egy alapelve, hogy érd el a felébredést és segíts másokon, hogy ez a kettő együtt fut. Ha csak a felébredésre utazol, előbb-utóbb magányos leszel, és egy barlangban fogsz egyedül lenni, és akkor ott azt hiszed, hogy te nagyon elértél valamit. És ott van a többi szenvedő. Ha csak segítesz, akkor eltűnsz te. Kettő együtt megy, és akkor ez egy olyan, mint egy kocsinak a két kereke. És akkor az úgy jól gördül. Úgyhogy ebbe az irányba érdemes haladni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Nem csak itt a vízíváshoz kapcsolódnék, hogy hol van az a határ, amikor mondjuk mindig úgy ad az ember inni, amikor már muszáj úgymond, de hogy ennek így nem változik a hossza, tehát ismétlődik ugyanúgy. Hol van az, amikor már az ember mondjuk nem ad inni? Hát amikor eleged lesz. Hát mondjuk igaz. Általában ez nagyon egyszerű. És ha mondjuk ez olyan kapcsolat, ami mondjuk egy anya, hogy nem párkapcsolat, nem barát, tehát csúnya szó, mert párkapcsolatot, barátot ugye azért el lehet hagyni, úgymond, de... Anyát is. De az is igaz, úgyhogy jókat kérdezek. Igen, hát ugye a Bibliában benne van, hogy tiszteld anyádat és apádat, de az nincs benne, hogy közelről. Lehet távolról is. Tehát, hogy az alapvetés, hogy olyan kapcsolatban ne legyél benne, ami bánt téged, amiben sérülsz. Tehát felnőtt emberek között azt lehet mondani, hogy, és ezt lehet kulturáltan is, hogy ne haragudj, de én ebben így nagyon szenvedek. Én ettől rosszul érzem magam. Így nem szeretném tovább. Ezt el lehet mondani, ezt vissza lehet jelezni, és akkor meglátod, mit válaszol a másik. Ha azt mondja, hogy jaj, bocsánat, megértettem, ne haragudj, már látom, hogy milyen anya voltam, úgyhogy akkor most mindent jól csinálok. Lehet ilyen is, ritkán, de van. Ha meg az van, hogy látod, hogy egyáltalán nem változott semmi, akkor meg lehet tartani a kellő tisztes távolságot. És ezt lehet kultúráltan, hogy te maradsz kultúrált, te nem kell minden napot lenni. És aztán a távolság, a cselekedetben jelzés vagy elindít a másikban valamit, vagy nem. De nagyon sokszor az van, hogy ugye ezeknél a nagyon erős kapcsolatoknál, mint a családi kapcsolat, akkor is, hogyha szeretjük egymást, de akkor is, hogyha nem szeretjük egymást, adott esetben gyűlöljük egymást, ez nagyon erős kötés. A gyűlölet még erősebb kötés, mint a szeretet. Tehát akit nem szeretünk, haragszunk rá, gyűlölünk, arra többet gondolunk, mint akit szeretünk. Mert a negatív érzelmekre érzékenyebbek vagyunk, mint a pozitívra, mert evolúciós szempontból úgy éltünk túl, hogy a rossz, ami veszélyeztet minket, az legyen kellemetlenebb. Mert attól ne halljak meg. Azt, hogy most jól érzem-e magam, hát jó, attól még túlélek, hogy egy kicsit rosszul vagyok. Szóval
Szóval ezért a negatív érzelem nagyon köt, de hogyha kellően felnőttél, akkor tudod azt mondani, hogy hát azért a pofonért nem megyek oda mindig. Van erre egy durvább mondat is, a házhoz menni a lónak a megfelelő testrészéért, de ezt most nem mondom ki. Tehát, hogy ezt nem kell, hanem akkor azt mondod, hogy nem. És utána, ha te gyakorló vagy, lehet a kapcsolatért kanszembószát énekelni, te folytathatod a gyakorlatodat belül, és ezzel te belül a belső teredet rendezed, és annak lesz hatása a kapcsolatra is. És lehet, hogy eltelik egy hónap, egy év, két év, 10 év, és mégiscsak valami rendeződik. Ezt kell megnézni, hogy a te kapcsolatodban ez milyen szinten oldható meg. Megoldható-e személyközti szinten, úgyhogy megbeszélitek, és mind a kettő oldal változik, vagy azt mondod, hogy hú, hát ő nem, akkor én most megyek, távolról küldöm a szeretetet, és majd, hogyha változik idővel a dolog, akkor lehet, hogy majd újra találkozunk. De elsősorban, amit tudsz tenni, az, hogy a te viszonyulásoddal dolgozol. Az az első, az muszáj. Az a szemüveg, amin keresztül látsz. Leteszed ezt a szemüveget, ami lehet, hogy mindig sötét, vagy lehet, hogy mindig rózsaszín, akkor tudod úgy látni a másik embert, ahogy van. Hogy szűkítem még. Oké. Okay. Már úgy mindhárom téren, tehát szülők, barátok, meg párkapcsolat terén is valószínűleg a zen a hibás, és kilökött valahova az űrbe. De hogy gyűlölet meg ilyesmi nincs, csak úgy tényleg azt érzem, hogy ilyen pohár borogatások vannak, és úgy még azt nem tudom, hogy hol, mert amúgy sokat fejlődök benne, megtanulok belőle, csak azt nem tudom, hogy melyik rétegben, vagy melyik szinten, hol van az, ami már a tanulás az a rovására megy annak, mint ami igazából történik. Tehát, hogy ha jól értem, hogy mondjuk a zen, vagy az úton járásod révén megutált a teljes környezeted? Persze, mindenki. Nem, csak teljesen máshogy látom már a dolgokat, és ilyen, olyan, mintha ilyen kezekkel húznának vissza nagyon sokszor, és nem tudom, hogy meddig van értelme, meg hogyan ennek az egésznek, de közben meg tök sokat fejlődök tőle, úgyhogy igazából. Hát visszatérek oda, amit mondtam az elején, hogy amikor eleged lesz belőle. Hát amikor azt mondod, hogy fú, hát ez a társaság nekem már uncsi, vagy ezt nem viszem tovább. Nagyon nehéz, amikor életmódot, vagy életstílust, vagy paradigmát váltasz, ez divatos szó. Csak egy drasztikus példát hozok, hogy mondjuk amikor valaki hoz egy olyan döntést, hogy nem iszik többé alkoholt, mert mondjuk elege lesz belőle, vagy belátja, hogy egészségtelen, belátja, hogy rombolja a tudatot, rombolja a fókuszálást, olyan dolgokba víz bele, amit nem csinálnál meg egyébként. Ugye az erőszakos bűncselekmények nagy része alkoholbefolyása alatt történik, vagy drogbefolyása alatt, ha nem lenne, akkor nem lenne. Legtöbb gyerek is így születik, ugye. Van ez a vicc, hogy ugye, ne így áll a terhesség alatt alkoholt. De senki nem mondja, hogy mennyi gyereket köszönhetünk az alkoholnak. Na mindegy. Tehát, hogy amikor azt mondja valaki, hogy okay, én ezt most leteszem. Beláttam, hogy ez nem visz előre, inkább meditálok helyette, vagy futok, vagy sportolok. És akkor bemész az addigi baráti körödbe, meg a munkahelyedre, körbenézel, és Jesus, ez itt mind alkoholista. Jaj, menjünk inni már! Jaj, itt csak egy kis bor, jaj, itt egy kis sör, egy kis, na, egy kis pálinkát, ugye? Mindenhol ez megy. Családi estek, ugye karácsonyi vacsora, nem lehet máshogy elviselni, csak sok pálinkával. Ott a sok elfolytás, ugye mindenki nem nőtt föl, nem takarított ki, nem ébredt föl. Tehát alkohollal megoldják a kapcsolatot, a családi kapcsolatot, aztán mindenki hazahúz, és a
legközelebbi szeretet ünnepén találkozik. Tehát nagyon nehéz ebből a Mátrixból kikerülni, mert azt fogják mondani, hogy hát te miért nem iszol? Nem vagy normális? Hát veled már viccelődni se lehet? Hát nem lehet veled kapcsolatot se, nem iszod meg, hát mi izé? Elment azért, mit csináltak veled ott a zen templomba? Azért szexelni még szexelsz? Tehát, hogy ugye ez a mumus, mert abból a paradigmából, ha te kiléptél, az más. Na és akkor innentől kezdve van az, hogy hát keresni kell egy másik társaságot, ami nagyon nehéz. Nagyon nehéz kijönni abból, amiben voltál. De ezt látni kell, hogy ezek külön csoportok. És ami egy adott életszakaszban megfelelt neked, a következő életszakaszban lehet, hogy egyáltalán nem felel meg. És akkor ez nem önzőség a váltás. Az a jó, ha nem menekülés, hanem egy érett belső döntés, hogy hát én most tulajdonképpen nem szeretnék a hét minden estején lerészegedni a barátaimmal a kocsmába, mert hétfő este zen, kedd este zen, szerda este zen, csütörtök este jóga, péntek este pszichodráma, szombaton családállítás, vasárnap megint zen. Tehát, hogy ez az önismereti biznisz, akkor én most már nem iszom, szent vagyok. És akkor szenteket kell keresni társaságnak. És akkor a szenteket is megunod, utána lehetsz normál ember. Aki ha akar, iszik, ha akar, családot állít, néha meditál, és egyébként meg leül a barátaival teázni, és órákon keresztül beszélget. Hát valahogy így. Még az IQ-t megtartottam, jó. Attól érzem magam normálisan. Ennyi, bennyi. Na nem baj, még egy-két elvonulás, és ezt is megoldjuk. Köszönöm a kérdést. Köszönöm. Én csatlakoznék a hölgyhöz. Együttérzés és a segítés és a túlsegítés kapcsán van egy gondolatom, meg célom is, hogy az együttérzést azt úgy mondhatni növeljem magamban, és műveljem rendszeresen. Uh-huh. És eszembe jutott erről egy történet, amit ide tennék, hogy hónappal ezelőtt talán a kertben ügyködtem, gumicsizmában, pont méretet választottam, jó lesz, frankó, na de aztán amikor eltelt az a munkaperiódus, le akartam venni, aztán nem jött le. Úgy rá volt cuppanva, ott voltam egyet, most nincs rajtam, uh-huh, azóta lejött. Lejött. És meg a lábad, még a sajátod? Vagy igen. Jó. De úgy rá volt cuppanva, és nem volt senki, aki segítse, pedig amúgy kértem volna segítséget. Uh-huh. És ahogy jött le, hát majdnem fejbe rúgtam magamat. Na de aztán a minap meg jöttem visszafelé, a templom felé, és láttam egy hölgyet, aki gumicsizmájával szenved. Ha most ez a gumicsizma karma. Igen. Életről életre újra ismétlődik, igen. Ha mi más csinálnék, hát ugye most csend van, meg ilyenek, úgyhogy oda mentem, és csak segítettem neki leszedni. És nem is akarta, hogy levegyed, ugye? De hát azért az látszott. Most végre fölvette, és akkor letéped róla a gumicsizmát. Azért az látszott, hogy nem csak igazgatta, hanem leszerette volna venni. Csak hát hasonlóképpen, és én azt gondoltam, ugye együttérzésből, hogy hasonlóképpen éppen szenved. Aztán segítettem neki, legugolt, és azt mondta, igazából csak lusta voltam. Túlsegítés. És aztán, amikor mentem tovább csendben, azon gondolkodtam, most túlsegítettem, vagy együttérző voltam, vagy most ez mi volt? Ez az volt, hogy egy unatkozó néninek leszedted a gumicsizmáját, aki lusta is volt mellé. Köszönöm. És akkor a kérdésem, hogy az együttérzés az mi, hogyan lehet ezen gyakorolni, hogyan lehet. Ugye van együttérzés mantránk is, szóval, hogy ezt hogy kell elképzelni, mi az az együttérzés amúgy? Uh-huh. Az első pont, hogy a tiszta tükörszerű tudatba láss rá a karmádra a lusta gumicsizmás nénikkel. Mert ha ez megmarad, és identitás lesz belőle, akkor a következő 500 életedben gumicsizmás nőkről fogod leszedni a gumicsizmát. Te döntöd el, hogy akarod ezt a karmát. Ha nem azonosulsz vele, akkor ez egy egyszeri eset volt.
de a viccet félretéve ugye az együttérzés mantrája, a legjobb gyakorolni ezt, tehát hogy Kwansen Bosal mantra például, ez az alapmantrája az egész zen hagyománynak, legalábbis ennek a koreainak, igen. Mindig el szoktuk mondani, hogy Kwanseum, ez konkrétan azt jelenti, hogy Kwanseum, fogd föl a világ hangját. Bosal az a bodhisattva. Tehát, hogy ezt a minőséget erősíted magadban azáltal, hogy ezt édekled, hogy megnyílj, és érezd a körülötted lévőket. Ugyanúgy a nagy dárani, az Kwansen Bosal tudatának a hosszabb mantrája. Ez is azt a minőséget jeleníti meg, és hát ugye itt a szobor. Azért Tsungsan Zen-mester képe alatt van, mert Tsungsan Zen-mester is a nagy együttérzés dáranival gyakorolt egész életében. Azt énekelte a száznapos elvonulásán, ami alatt megvilágosodott, végig csak ezt énekelte, és aztán egész életében megtartotta. Hogy magába mondta, és azért, mert olyan sok emberrel foglalkozott, és olyan sok ember tanított, hogy muszáj volt valamilyen orgonapontként megtartani magában ezt, hogy jól működjön ez, hogy tudjon újra és újra segíteni. Mert vagy az van, hogy a két véglet, hogy érzéketlen vagy a másokra, és akkor teljesen elzárkózol mindentől, de akkor el is szigetelődsz, vagy a másik az, hogy akkor túlsegítesz, meg benne vagy, meg mindenkivel együtt érzel, mindenkinek a hányadéka, amit rád nyom, az kimozdít, és akkor utána az lesz az érzésed, hogy mindenkivel együtt éreztél, végment rajtad egy horda, és aztán ledőlsz otthon, hogy na, és akkor én hol vagyok ebbe. Tehát, hogy ez amikor túl van az együttérzés hangolva, úgyhogy nincs benne szilárd pont. Azért jók ezek a gyakorlatok, mert visszavezet mind ide, ebbe az archimédeszi pontba, és akkor onnan dolgozva, de nem megsemmisülve, tudsz akkor segíteni, amikor az szükséges. És nem kell mindenkinek, és mindenkor. Nem tudom, hogy ez válasz-e, vagy konkrétabb-e még a kérdésed. Hát, ha már itt tartunk, hogy megkérdezted, a koanos házi feladatomban is pont együttérzést kéne gyakorolnom egy mosogató emberrel kapcsolatban. Hát, legalábbis egyéválást. Igen. Az jó, hogy az egyéválást, nem tudom, van-e ez kérdés? Vagy... Igen, ezt párhuzamban említetted te is, hogy az együttérzés és az egyéválás kéz a kézben. Igen. Ez, amiről volt már szó egy picit. Tehát az egyéválás, amit először tárgyakkal gyakorolgatunk a Koan interjún, meg aki volt nemrég a Szunim előadáson, egy teljes napnak ez volt a címe, hogy egyéválás. Nehéz volt utána hazamenni, mert ugye 1000 ember egyé válik, akkor először ketté kellett válni, aztán hát de megoldottuk, tehát senki nem maradt ott a kongresszusi központba. De ez egy olyan dolog, hogy nem gondolkodom ott a másik ember, és egy pillanat alatt leveszem, hogy mi van benne. Hogy úgy hallgatok arra az egész képre, amit itt az előbb beszéltünk, hogy mi van bennem. És akkor a mi van egyébként, beszélgetünk például, és én már azon gondolkodok, hogy mit fogok neked mondani arra, amit te mondasz. Vagy én bennem, ez most akkor mennék, vagy a gázszámla, vagy a stb., de nem figyelünk egymásra. A figyelem az alap mondat, vagy az alap hozzáállás mindenben, a meditációban is, és az együttérzésben is. Hogy a figyelmem hol van? Jelen vagyok-e, és figyelek-e? Figyelek-e magamra, figyelek-e az érzéseimre, a testérzeteimre, az érzelmeimre, a gondolataimra? Tehát magammal kezdem, és figyelek-e a másikra? Vagy figyelek az étkezésre? Figyelek-e a formára? Ha nagyon keszek uszait minden, akkor nincs energiám, és nem tudok figyelni. Nem tudok benne lenni itt ebbe a pillanatban, mert annyira fölmossa velem a padlót a saját karmám. De ha itt vagyok benne, akkor ott van, megnyilvánul minden. Egy pszichológust idéznék, egy híres pszichológust, aki azt mondta,
hogy ha úgy érzed, hogy unalmas az emberekkel beszélgetned, akkor valószínűleg nem figyelsz rájuk eléggé. Ha tényleg jól figyelsz valakire, 5 perc után olyan meredek dolgokat mond el neked egy vadidegen is, ha megérzi benned ezt a kvanszembószál minőséget, hogy nem kell horrorfilmet meg drámát nézned, mert 5 perc után elmondja, hogy mi volt az anyjával, meg az apjával, meg a valódi apjával, aki lefeküdt a nagynényével, és a... tehát ilyeneket. Tehát igazából, ha egy picit megtanulod ezt a figyelmet, ott már inkább az lesz, hogy egy kicsit menjek el egyedül az erdőbe, mert lerohannak. Tehát a meditációs gyakorlat az tényleg alfa és omega sok minden tekintetében. Mert ezzel tudod kiművelni azt, hogy ott tudj lenni a térbe. Legyen kisugárzásod, legyen jelenléted. Ezzel le lehet mérni, hogy a gyakorlat hogy megy. Egy csomó embert láthatsz, hogy így, ha energiáját megfigyeled, akkor ilyen, mintha egy ilyen szellem jönne be. Mintha ott se lenne. Teljes mértékben lehúzza az energiát a sok gondolat, meg az entrópia. Minél inkább valaki összeszedett, annál inkább észreveszed a térben. Annál inkább megnyilvánulhatnak a természetes képességei és kisugárzása, mert nem szivárog el az energia itt, ott, amott. Mint hogyha ilyen a sok gondolkodás, meg a sok ilyen átláthatatlanság az olyan, mint hogyha fölpumpálod a gumicsónakot, de itt, meg ott, meg amott egy kicsit jön belőle a levegő, és akkor ilyen lefittyed. Ilyen az, amikor viszi az energiát a gondolat. Úgyhogy, hogyha megvan ez a szilárd pont, itt vagy ebben a pillanatban, akkor rákapcsolódtál a végtelen energiára, az univerzumnak az energiájára, ami mindig ott van, csak le tud róla választódni. És akkor ez az egész természetszerűleg működik. Köszönöm. Nagyon szívesen. Szintén segítségkéréssel most kapcsolatban van kérdésem, hogy van ennek pont egy másik csoportja, akikkel nagyon sokszor találkozom munkám során, akik gyakorlatilag segítségért jönnek, és én szeretnék is segíteni, de egyszerűen nem hajlandó együttműködni. Uh-huh. Tehát, hogy ilyenkor mit csináljak? Most már egyre kevésbé fusztrál, de régen azért nagyon felnyomta bennem a pumpát. Tehát, hogy én azt úgy nevezem, hogy egy ilyen 5 éves működési módba mennek bele, amikor te találd ki, hogy én mit akarok, de nem mondom meg, tehát, hogy nem segítek semmilyen reakcióval, de megsértődöm azért, mert nem olvasol a gondolataimban. És ilyenkor mindig úgy vagyok vele, hogy jesszus, a sajátomtól is megszabadulnék, nemhogy még a másikat is lássam. Tehát, hogy ilyenkor hogyan tudok együttműködni. Hát alapesetben úgy, hogy az, amit az előbb beszéltünk, hogy nézd meg az ő tudatállapotát. Tehát, hogy amit ő tesz, amit mond, amögött mi van. És ha ez megvan, akkor kicsit jobban látod te őt, mint ő saját magát. Ez annak a definíciója, hogyha valaki téged egy helyzetben jobban lát, mint te saját magadat, akkor ő lesz a tanítód. Tehát a tanító jó esetben az, aki jobban lát téged, mint te magad, és ezt arra használja, hogy segítsen téged. Vannak olyan emberek is, akik jobban látnak téged, mint te magad, és ezt arra használják, hogy pénzt szedjenek el tőled, és kihasználjanak. Az csúnya dolog. Szóval, hogyha nem ebbe a második kategóriába tartozol, akkor ha látod, hogy ő hogy van, akkor tudsz előre gondolkodni, vagy látsz előre 1-2 lépéssel is, hogy ő milyen irányba megy. És akkor hozhatsz egy olyan döntést, hogy most akkor te reagálsz-e arra, ami az ő valódi igénye, és akkor meglátod, hogy történik-e valami, vagy nem. Vagy azt mondod, hogy hát akkor nem tudom, ez milyen szituáció, vásárlód-e, kliensed-e, is-is. Van, aki nem a te szegényed. Tehát, hogy egyszerűen van olyan, hogy én is tudom, hogy ugye többféle szituációban tanítok, egyetemen is, itt is,
van, akivel, van, akit nem tudok tanítani. És ez nagyon sokáig nagyon frusztrált, még mindig kicsit. Amikor látom, hogy valaki ez nem megy át egyszerűen az üzenet. És akkor még mindig lehet olyan, hogy valaki mástól átmegy. Tehát, hogy ilyenkor ezért sem kell félni attól, hogy, hogy tovább engeded, mert lehet, hogy máshol kapja meg a segítséget. Azért az ilyen segítési műfajban van azért az is, hogy, hogy karakterek hogy kapcsolódnak. Van, akivel egyáltalán nem tudsz. És akkor, akkor neki nem te vagy a, sem a segítő, sem az, aki ad neki valamit, vagy elad neki valamit, hanem valaki más. Itt azt nehéz megélni, hogyha te emberekkel dolgozol, akár vállalkozóként, akár tanárként, akár orvosként, hogy egyszerűen nem fog mindenki szeretni. És lesz egy csomó ember, aki beír a rólad, hogy egy hülye vagy, hogy bunkó voltál, hogy te nem szolgáltad ki, hogy ilyen voltál, meg úgy vérbeforgó szemmel néztél rá, és akkor ott a Google felület, és akkor oda beírják. Általában az ilyen kommenteket az éretlen emberek írják be, mert a többség nem ír be semmit, de van mindig egy 5% troll, aki beírja, és akkor lehúzza, hogy... Tehát, hogy ezt egyszerűen el kell tudni viselni. Itt, itt ott tudsz magadon dolgozni, hogy azt tud mondani, hogy oké, akkor most neki, ő nem az én szegényem volt. Menjen. És itt azt tud segíteni, amikor valaki azt mondja rád, hogy te vérbeforgó szemmel kihasználtad, és amikor nem, hogy te tudod, látod magadat, hogy nem, és látod őt is, hogy szegény nagyon-nagyon rosszul van. És akkor tud az együttérzés felé is megnyilvánulni. Valójában mindenkivel lehet együtt érezni, ez nem jelenti azt, hogy helyeseljük is, amit tesz. De tud abban segíteni, hogy ne szenvedjünk mi annyira, vagy ne kapjuk annyira föl a pumpát. Úgyhogy fókuszálj azokra, akikkel jól megy, akiket te tudsz segíteni, akik szót fogadnak és felnőttek, és partnerek benne. A többiek felé is, ha ott vannak és kérnek tőled segítséget, te tegyél egy ajánlatot, hogy én ezt tudom adni, és onnantól kezdve a másik oldal az övék. Vagy elfogadják és csinálják, vagy nem. Ez ugyanolyan, csak bonyolultabb egy párkapcsolatban is. Hogy nekem volt, emlékszem, egy olyan periódusom, amikor elkezdtem az önismereti munkát, és akkor láttam, hogy és megijedtem, hogy a potenciális partnerek száma exponenciálisan csökken. És akkor ennek az lesz a vége, hogy egyedül leszek, és senki nem lesz jó. Mert úgy elkezdett fölismerni, hogy hoppá, egy vörös zászló, hoppá, egy vörös... Nem, a checklista megy ki, és akkor hoppá. Igen, ez így van, viszont akivel meg tudsz kapcsolódni, az meg adott esetben minőségi lesz. Tehát, hogy ott is egy párkapcsolat is akkor igazi, hogyha nem két gyerek veri le egymáson azt, amit a szülőktől kapott, hanem két felnőtt együttműködik. És nyilván minden egyéb helyzetben is. Két felnőtt együttműködik egy üzletben is. És akkor, ahogy már ott előbb is mondtam, van egy határ, amikor lehet azt mondani, hogy köszönöm szépen, arra van az ajtó. És annyi a lényeg, hogy nem kell bunkónak lenni, meg nem. Kulturáltan, jó. És ne maradjon nyom benned. Köszönöm. Nagyon szívesen. Már úgyis itt a mikrofon, akkor... Ki kell használni? Biztos nem véletlen. Hát így azt szeretném kérdezni. Ez a karmád. Mikrofon karma. Hogy mi a helyes hozzáállás egy volt férjhez, aki minden után én akartam válni, nagyon nagy sértettségben van, és hát így a gyerekek miatt ugye jó lenne normál kapcsolatot tartani, de hát, hogy ez így nem lehetséges, hogy így kellene nekem ezt így próbálnom, vagy elengedjem ezt. Hát ezt te látod, ezt a helyzetet. Nyilván az, hogy a gyerekek felé mi történik, ott,
ott annyi a felelősség, hogy, hogy őket megpróbálod a lehető legjobbra nevelni. És arra, hogy van egy apuka is, meg van egy anyuka is. És az, hogy nektek milyen a viszonyotok, az lehet őszintén kezelni, és megpróbálni minél kevesebbet átadni nekik abból, ami abban nem volt jó. Tehát, hogy mondjuk ne legyenek ők a hadszintér, amint ti átlődöztök. Tehát ez a gyerekek felé a felelősség. Hát az apuka felé pedig az emberi együttérzés, meg a belül végzett gyakorlat, és aztán, hogy a közös karmátok, ami van, ezáltal hogyan változik, azt az idő megmutatja. De ugyanezt tudom erre is mondani, hogy olyan helyzetben nem szabad lenni, amiben te szükségtelenül sérülsz. Tehát, hogyha nagyon nincs meg az együttműködés, és nem lehetséges a legalább kielégítő kommunikáció, ahol tudtok közeledni egymás felé álláspontban, vagy rendezésben, akkor nem érdemes erőltetni. Hát az erőltetett dolgok általában nem mennek. De ugyanúgy a belső munkát azt mindenféleképpen elvégezheted. Tehát, hogyha te meg tudsz bocsátani, te meg tudod, át tudod látni, hogy ő miért olyan, amilyen, és mi volt az köztetek, ami ezt okozta, akkor te el tudsz érni magadban egyfajta nyugodtságot. És ez a te nyugodtságod fog valahogyan hatni a rendszerre. Ez általában látszik, mint terápiás úton, mint spirituális úton, hogyha valakiben rendeződik egy adott problémakör, akkor egyrészt jobban ki tud állni magáért, tehát hogy lehet, hogy van egy távolodás és egy határhúzás, de nagyon sokszor tud lenni egy rendeződés is. Mert az egy alaptétel, hogy amilyen tudatállapottal te élsz, úgy kapcsolódik hozzád a világ. Hogyha te benned rend van, akkor a világ is valamilyen rendformájába, vagy egyre nagyobb rendformájába fog hozzád kapcsolódni. Ha benned káosz van, akkor a világ is káosz formájában kapcsolódik. Tehát ezért ez egy ilyen esetben, amikor kettő ember van, de te vagy az, aki valahogy változtatna, akkor ezt az utat lehet járni, hogy te rendeződsz. És akkor ez abban a bizonyos mély struktúrában, amiben szintén volt szó, előidézhet egy csomó változást. Az a nem racionális szinten, a tudatalatti szinten, tudattalan szinten. És akkor mindig lehet remény arra, hogy valami rendeződik, vagy pedig, ha nem, akkor azt a fajta végső eltávolodást is lehet rendezni kulturáltan, hogy akkor igen, volt ez a közös karmánk, a gyerekek mindig összekötnek, de én erre, te arra. És te legalábbis a magad részéről megköszönöd, ami magadban, ami jó volt, megbocsátod, ami nem volt jó, és aztán a szívedben elküldöd, hogy járj Isten hírével, nem rosszat kívánva. Miért fontos ez? Mert minden ilyen viszonyban azt kell eldönteni, hogy fönn akarom-e a kapcsolatot tartani, vagy sem. Ha föl akarom tartani, akkor kommunikációs közeledés, de ha semmiképpen sem, akkor az azonosulás és az összekapcsolódás pólusait, polaritását ki kell venni. Ez a pozitív meg a negatív pólus. A pozitív kötöttség a közös jó élmények, a közös öröm, a közös boldogság. A negatív vonzás az az összes sérelem, gyűlölet, egymás ellen elkövetett dolgok. És mind a kettő oda köt a másikhoz. Tehát közös karmátok lesz, újra és újra valamilyen módon ez be fog jönni az életedbe. Vagy be fogtok jönni egymás életébe. Tehát ezt kell eldönteni, hogy ezt melyiket szeretnéd, melyik irányba mennél.
És mind a kettő lehet az adott helyzetben helyes. Ezt te látod, tehát ezt kívülről nem tudja senki megmondani. Mindig az számít, ami neked lehetséges. Most autentikusan vihető. Tehát, hogyha én most megmondhatnám neked, hogy menj vissza, vagy menj el. Nem, hát én azt gondoltam, hogy lehetne egy normál kommunikáció, meg normál kapcsolat, de hát ő benne ugye inkább még ez a fröcsögés, akkor nekem azt kell, hogy legyen a taktikám, hogy akkor én nem rakok bele energiát. Csak hogy akkor... És ha találkoztok, akkor, és van egy ilyen helyzet, hogy ő fröcsög, te megőrzöd a nyugalmadat. Igen. De mert, én egész jól haladok. Mert elkezded mondjuk, jön a fröcsögés, tehát ott, mint a spriccel feléd, és akkor te belül elkezded mondani, hogy van szembószál, és vagy namorága, nadarajája, namakárja, bárogi, gyösze, bárája, szabaha, és mély légzéseket teszel. Az nagyon erős tud lenni. Akkor valaki, te pedig ott vagy, figyelsz, együttérzően jelen vagy, és átengeded magadon. Egy ilyen helyzetben a fröcsögő nagyon gyorsan hülyének fogja érezni magát. Mert a fröcsögő abból él, fröcsögök, és te is kezdj el fröcsögni. És akkor te szenvedély. Mert ez azért tud gyorsan átváltani, hogy mondjuk egy párkapcsolat, vagy házasság, van egy szerelem, az a pozitív töltető. Amikor mindenfélet akarunk egymással csinálni. Na most ugye, ha ez már nem működik, akkor húha, hol a szenvedély. És a másik típusú szenvedély, a harag, a gyűlölet. És akkor ez, amikor már nem jó a párkapcsolat, ugye, akkor még lehet ilyen, hogy a békülős szex. Hogy leszekedtek egy jót, fölpörgött a szenvedély, na és akkor még működik. De ha már az se, akkor már csak marad a veszekedés. Hogy legyen még valami érzelem, mert tudom, hogy hozzád kötött valami jó, de az már nincs, de legyen valami. És akkor ez a másikban ez a függés, hogyha nem találja meg a párját, hanem te nyugodt maradsz, akkor ott van, hogy akkor vagy nem fog veled találkozni, vagy ő is lenyugszik, de megváltozik a rendszer. Úgyhogy ez az ilyen mantra, praxis, éles helyzetben, ez nagyon sokat tud segíteni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Elhangzott, hogy a helyes látásmód az azt jelenti, hogy a szenvedéshez való viszonyunkat megváltoztatjuk. Vagy lehet, hogy nem így hangzott el. Ez is egy egész. Hogy attól szenvedünk, úgy hangzott, hogy attól szenvedünk, hogy nem látunk helyesen. Igen. Ugye Buddha ezt mondta. Tehát, hogyha én megváltoztatom a szenvedéshez való látásmódomat, akkor megszabadulok a szenvedéstől? Ez azt jelenti? Milyen színű a padló? És még? Barna. Nagyon jó. Most szenvedtél? Nem. Nagyon jó. Szuper. Tessék, már meg is szabadultál a szenvedéstől. Na, esetleg még valaki? Na. Mikor egy gyerek leszületik, igen, akkor az egy karmikus dolog a szülők életében? Igen. És ezt a karmikus ügyet, ezt viszik tovább életeken át? Igen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Valamilyen szenvedést és örlődést feltételezek a kérdésed mögött. Nem, igazából a kérdés arra utal, hogy az én fiam egy kicsit extrás, ő autista. És nem biztos, hogy ő majd egész életén keresztül nem a mi segítségünkre lesz ráutalva. Bízunk a legjobba. Hogy ez azért hordoz magában némi nemű aggódást, illetve bizonytalanságot. Hogy lehet nyilván, hogy az én hozzáállásomat megváltoztatom, de megtartani a épp elménket, mert azért ez eléggé súlyos teher. Igen. Tehát végül is a szenvedés gyökere az, hogy aggódsz a gyermeked miatt, aggódsz a jövője miatt,
és nagyon szorongással tölt el az is, hogy te ezt hogy fogod bírni. Így valahogy. Uh-huh. Hát ezek a kulcskérdések. Valójában az, hogy most okkal születette le, meg miért lett ilyen, meg miért nálatok lett ilyen, ez majdnem, hogy lényegtelen. Teljesen. Ez teljesen lényegtelen. Tehát ez egy olyan helyzet, mint amit a Buddha nagyon régen egy jó hasonlattal leírt, minden szenvedésre értette ezt, hogy meglőnek egy nyillal, beléd szúródik, és ott vagy, hogy mit csinálsz? Nem haltál meg egyből, de ott van a... Elkezded-e elemezni, hogy ki volt az, aki kilőtte? Mit reggelizett aznap? Miért akart engem meglőni? Miből készült az íj? Vajon milyen röppáját járt be, amikor... Nem, elmész egy valaki ez, aki kiszedi, és ellátja a sebet. Tehát arra fókuszálj, hogy mi valójában a probléma érzelmileg. És hogyan tudsz te olyan helyzetbe kerülni, hogy ezzel az adottsággal, meg ebből az adottságból, ami van, ami egy tényszerű dolog, hogy van egy olyan gyermeked, aki extra segítségre szorul, és te vagy ott, mint felelős. Egyrészt az egyenletben valószínűleg ott van a párod is, vagy a gyermeked anyja, ugye? Persze, hogy ott, hát van. Ott van. Valahol ott van. Valahol ott van. Jó lenne, ha közel lenne ott a gyerekhez legalábbis. A gyerekhez, igen. A gyerekhez. Köztetek meg egy olyan együttműködés lenne jó, ami a gyereket szolgálja. Mert hogy ő valóban a közös karmátok. Tehát ez most már letagadhatatlan. Hát ez megtörtént, itt van. Hogyan tudod belőle azt kihozni, hogy mindenkinek a felébredésére szolgáljon. Tehát itt az alaphozzáállás az, hogy alapmantra, hogy miben segíthetek. És ez beletartozik ebbe az is, hogy te magadért mit tudsz tenni, és ezt az utat járod, mert ide is eljöttél. Tehát például egy ilyen feladat, ez egy nagyon nagy üzemanyag az úton való járáshoz. Mert innentől kezdve látod, hogy nem játék az élet. Tehát ez egy olyan komoly dolog, ez komoly. Hogy itt az a pont, egy bölcsember mondta valaha, hogy az élet akkor kezdődik, amikor az ember a halálos sebet megkapja. És nem kell szó szerint érteni, hogy megkapod a diagnózist, hogy fél év, az is nagyon durva, de egy ilyen, amikor elmúlik ez a gyermeki, hogy most ide megyek, oda megyek, ezzel fekszem össze, ott bulizok, stb., hanem amikor ott van pacekba. Hogy na, tessék! És akkor ebből az életből mit hozol ki? És innentől kezdődik az élet. Innentől kezdődik az, hogy nem babra megy a játék. Hogy nem viccelődünk itt aranybutha szobrok felé, meg énekelgetünk, meg stb. Hanem ennek van valami célja, az, hogy az élet alapvetően ilyen. És neked mondjuk most pont ilyen, de valószínűleg itt még meghallgatnánk embereket, ilyen-olyan-amolyan dolog van, amikor megkapod a halálos sebet, és akkor mi van? Tehát nagyon jó ilyenkor beépíteni az életedbe olyan gyakorlatot, egy olyan időszakot, ahol leülsz, és akkor azzal foglalkozol, hogy visszatérsz a gondolkodás elé. Mert ez lesz a záloga annak, hogy ne őrülj meg. Ez lesz a záloga annak, hogy legyen energiád ahhoz a feladathoz, amit megkaptál. Ami létrejött. Ez energia nélkül nem megy. Meneküléssel nem megy. Tehát minden egyes nap be kell tölteni a telefont a töltőbe.
jó esetben a meditáció ezt is szolgálja. Hogy a te energiád és az univerzum energiája egyé tudjon válni. Mert abból lehetséges a segítség. Ha most keresztény lelki gyakorlaton lennénk, akkor azt mondanám neked, hogy higgy Istenben, Istennek semmi sem lehetetlen. Egy más szót használnék arra, amit most úgy mondtam, ahogy az ember szoktunk. Tök mindegy, hogy melyik megközelítés. Az ember számára, meg az ego számára, meg ennek az elmének a számára, ez megoldhatatlan. De valójában, ha tovább megyünk, akkor meg kell nézni, hogy a megoldhatatlan helyzettel hogy tudunk együtt élni. És lehet. Sőt, lehet úgy, hogy az neked is, gyermekednek is, gyermeked édesanyjának is, meg mindenkinek, aki körülötted van, a javára válik. Adott esetben még valami nagyon-nagyon szép is kihozható belőle. Ez az áloga. Ott vagy-e? Jelen vagy-e? Tudsz-e segíteni? Megvan-e a magad ereje, tisztasága, belső integritása, gyakorlata? Köszönöm. Nagyon szívesen. És hát akkor eljárt az idő, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek először is az őszinte erőfeszítést, mert azt beleteszitek. Nem baj, hanem tökéletes. De csináljátok, és ez azért nagyon tiszteletre méltó, mert nagyon sokan nem csinálják. Nagyon sokan kívül háborúznak. Ti jöttök, és megvívjátok belül a háborút. Néha kicsit lehet, hogy kívül is, de azon túljutunk. És ez óriási érték. És én szeretném mindenki felé a megbecsülésemet tolmácsolni, mert ez nem semmi. Még ha az ürességről éneklünk is néha. A semmi néha valami. Úgyhogy ezeket a kérdéseket is köszönöm, nagyon jók voltak. És azt kívánom, hogy még ezt a hátralévő időt itt, amit most a hétvégén együtt eltöltünk, ezt töltsük el a gyakorlat hevében és komolyságában. És aztán, hogyha elmentek innen, akkor vigyétek ezt a gyakorlati energiát ki a mindennapi életetekbe. Mert ezzel tudunk csendesen, lassan, nem erőszakosan olyan változást előidézni a lakókörnyezetünkben, amiben szeretnénk élni. Ha zavar a világ, akkor te tégy azért, hogy te megváltozz, és ezáltal a világ is változzon. Ne várd kívülről. És mindenki számít. Nincs olyan, hogy kicsi, hogy hát én nem csinálom, mert én ki vagyok. Mindenki számít. És kívánom, hogy gyertek vissza minél többször, hogy együtt gyakorolhassunk, mert ez nem egy egyéni műfaj, hanem együttes. És akkor tényleg tehetünk minden lényért, segíthetünk mindenkin, családunkon, munkatársainkon, csak a boltba, a bankba, a hivatalba lévő embereken, és segíthetünk magunkon is. És hogy járjuk együtt a felébredés útját, közösen minél többször. Köszönöm szépen!